A sonka a húsvéti időszak egyik sláger terméke, hiszen ilyenkor nagyjából 70-80 dekagram fogy belőle fejenként. Tavaly átlagosan 1700 forintba került egy főre vetítve az előbb említett elfogyasztott sonka mennyiség. Idén azonban magasabb árat fizethetünk az ünnepi finomságért. Ennek egyik oka, hogy megugrottak a takarmányárak, a megnövekedett költségek kompenzálására pedig a sertések után igényelhető állami támogatások sem mindig elégségesek. Ennek ellenére a legtöbben a hagyományoknak megfelelően tesznek sonkát a húsvéti terített asztalra. A hagyományosakat, kötözött sonka, főtt tojás, ez a reggeli, ebédre meg megint a hagyományos csirke, rántott csirke, ilyesmi, húsleves. Tehát mindenbe követjük a hagyományokat. A legtöbb általunk megkérdezett vásárló számára az olcsóbb árak a vonzóak, de azért az áru minőségére is igyekeznek odafigyelni. A minőség is ár is, de nyilván megnézem, hogy melyik a megfelelő. Nagy a család, mennyit tetszik ezekből vásárolni? Egy kilót szoktam, és akkor ugye tojással megfőzzük, hárman vagyunk, nekünk annyi elég. A húsvéti vendégvárás költségeit nem csak a sonkáért kifizetett ár drágítja, hiszen a tojásokért is jóval többet kell fizetnünk, mint tavaly ilyenkor. A legtöbb üzletben jelenleg átlagosan 600 forintot kérnek el 10 tojásért, és akkor még nem is beszéltünk az ünnep egy másik, gyermekek számára elengedhetetlen kellékéről, a csoki nyusziról. Ezen édességek kínálata és ára üzletenként nagyon eltérő.